Az elszámolási törvény megjelenése után, valamint a broker botrány kapcsán az év első felében jelentősen megugrott a pénzügyi irodahálózat ügyfélszáma, mondta a Nyíregyházi iroda vezetője. Görömbeinél Balmasz Katalin hozzátette, az év végén a december 15-ig ügyfelekhez érkező fogyasztási hitelek forintosításáról szóló értesítések okozhatnak majd növekvő forgalmat. Arra szeretném a fogyasztóknak a figyelmét felhívni, hogy a karácsonyi készülődésben nehogy elmulasszák a határidőt, ugyanis 30 napjuk van arra, hogy erre reagáljanak. Ez azt jelenti, hogy tértivevényes értesítésben fogják a forintosításról, itt a gépkocsi hitelesek elsősorban azok, akik érintettek, megkapni a értesítést a pénzintézettől. A készhezvételtől számított 30 napon belül, ha ők erre nem reagálnak, akkor ez automatikusan teljesedésbe megy. Tehát nem szükséges hozzá semmiféle további lépés, sem közjegyzői okirat, sem szerződésmódosítás, hanem a törvény erejénél fogva, és ennek az értesítőlevélnek az átvételével ez forint hitellé fog átalakulni. A pénzügyi irodahálózat célja a fogyasztók pénzügyi tudatosságának növelése, ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy különösen karácsony előtt mérlegelni kell a hitelfelvételt. A leggyakrabban kínált fogyasztási hitelek, a hitelkártyák és az áruhitelek között érdemes részletesebben tájékozódni, panasz esetén pedig felkeresni a pénzügyi irodahálózatot vagy a békéltető testületet. Elsődleges célunk az, hogy a fogyasztóknak a pénzügyi tudatosságát növeljük. Ez abban nyilvánul meg, hogy felvilágosítást nyújtunk a jogszabályok, illetve konkrét segítséget nyújtunk, ha a pénzügyi intézménnyel szemben panaszuk van, ezen panaszlevelek megírásában, illetve békeltető testülethez való fordulásban, akkor a pénzügyi békeltető testülethez beadandó kérelmet teljesen postakészen elkészítjük a fogyasztók részére, segítjük a jogérvényesítésüket. A pénzügyi irodahálózat a Magyar Nemzeti Bank támogatásával jött létre 11 megyeszékhelyen. A tanácsadást 2012-től vehetik igénybe a fogyasztók Nyíregyházán is. Az irodahálózat szolgáltatásai térítésmentesek.